Induljunk először talán a napi rendnek a kialakításával, hiszen... Egy gyermek esetében, különösen, amikor kisgyermekről van szó, az állandó és a, a megfelelő napirendnek a kialakítása egy olyan fontos a gyermek mindennapjai során a gyermek fejlődésében, hiszen az állandó napirend és egy kialakult napirend sok esetben egy biztonságot tud a gyermekekben kialakítani. Így erre most felettébb szükség van, hiszen a szülők részéről, a nagyszülők részéről, hogyha együtt van, vannak velük, vagy pedig a, a médiából hozzájuk szűrődő információk szerint most annyi ö, félelmet, negatív érzést, ö, aggodalmat tudnak érezni, hogy minél több olyan ö, dologra kellene a hangsúlyt fektetni, ami a gyermekek megnyugtatásához, és ami a, a, a rutin kialakításához, és ezáltal a biztonságérzéshez is vezethet. Az, ami a napi rendet illeti, nagyon fontos az, hogy a mindennapi tanulás ennek a napi rendnek az állandó része legyen, hiszen nagyon fontos az, hogy minden kisiskolás és minden nagyiskolás, legyen az általános iskolai vagy középiskolai tanulóról szó, a hét minden munkanapján meghatározott óra számban a tanulással, a tananyagnak az elsajátításával foglalkozzon. Természetesen minél fiatalabb gyerekekről van szó, hogyha első-második osztályos gyerekekről van szó, bennük még nem alakult ki eddigre ugye szeptember óta nem alakult ki annyira az önállóan ö, ö, folyó tanulás, tehát ők még nem tudnak teljesen önállóan egyedül tanulni, különösen ilyen körülmények között, amikor olyan digitális eszközöket, olyan ö, technikai eszközöket, internetet kell a mindennapi tanulás során használni, amit ők eddig, ha használtak is, másra használtak. Éppen ezért nagyon nagy a szülőknek a, a feladata különösen a kiskorosztályban, kis, kis, fiatal korosztályú gyerekek esetében, hogy segítsék őt a mindennapi feladatok elvégzésében, segítsék őt azoknak a, a, a módszereknek, technikáknak a megtalálásában, amelyek segítségével tudják majd követni a, a, a mindennapi tananyagot. A nagyobb gyerekek esetében itt természetesen náluk már önálló tanulást várhatnánk el, hiszen a gyerekek, ahogy nőnek, egyre inkább önállóan tudják a házi feladatot is otthon megtanulni, illetve olyan technikák alakultak ki bennük, olyan tanulási technikák birtokában vannak, amelyek birtokában ők már önállóan tudnának otthon tanulni, amennyiben itt a technikai, illetve a digitális eszközök megtalálásában, illetve megfelelő használatában segítség van akkor ugye nem is olyan biztos, hogy mi kevesebbet tudunk szülőként, vagy többet fogunk tudni szülőként, mint amennyit ők tudnak. Tehát ilyen esetben valószínűleg a tanárok lesznek azok, amelyek valamilyen módon távolról tudnak nekik segíteni abban, hogy ezek a, a technikák kialakuljanak bennük. Viszont ilyenkor is a szülők részéről az a nagy feladat, hogy segítsenek a gyerekeknek abban, hogy kialakuljon egy mindennapi rutin, tehát hogy megfelelő időszakban legyen az a kötelező, képernyő előtt ülés, amikor csak az iskolával és csak is az iskolával foglalkoznak.